főiskolára mentem. Egerben, majd aztán Szegeden végeztem a bölcsészkaron, és tanítottam 3 évet Zircen, Pápán meg Hévízen. Imádtam tanítani. Az első tanári fizetésemből vettem ezt a fényképezőgépet. Az első tekercset a szomszéd gyerek fűzte be a fényképezőgépembe, és a dobozra rá volt írva, hogy ha süt a nap, akkor 16-ot, ha kevésbé, akkor 3-4-8-ot vagy 8-ot, ha nem süt, akkor meg 17-ot kell exponálni. Első alkalommal tudom, a tavaszi szünetben hazamentem, és akkor elkezdtem fényképezni a faluban a régi házakat, az arcokat, és temetőbe a Krisztusokat, a faluba a Krisztusokat, Máriákat, és ugye meghatározta. Az a tavasz, ez egy fantasztikus. Minden, amit fontosnak éreztem, a fáktól a növényekig, a virágokig, a portékig, a házakig, Krisztusokig, Máriákig, azt lefényképeztem. Ezek vettek körül. Hát ezeket láttam, és ott éltem. Valóban ez a Jóisten ajándéka volt. Hályok Kovács módjára én pont az első tekercseken megcsináltam, mert szószoros értelmében megvannak mind a mai napig. Valahogy mégiscsak valami készülődhetett bennem. Én azokat az embereket fényképeztem, akik ott a faluban, akikkel együtt éltem, és mindenkit ismertem. Én keskeny arca volt. Hát szerintem teljesen ma Amerikába élt volna, tudti, hogy Western filmbe szerepelt volna, nem? A két kolt hiányzik még a kezéből. Valakinek teltebb arca volt, Bálint bácsinak. Ő. Ugye sok Lázár közül éppen ő a bivajos, Lázár Bálint. Ő a másik kedvenc modellem, a Léna néni. Hagyta, tűrte. Istenem, hogy félt mindenkit a Léna Maliskolén. A bizalmatlan volt, látszik a szemeim. Azok az emberek, akik dicsértességen kívül megálltak még egy másodpercre, és az örömüket, bánatukat, gondjaikat is megosztották valakivel, ha nem tudták másnak elmondani. Mert valószínű olyan lelki titkaik is voltak, amit sem a férjnek, sem a gyerekeknek, sem a rokonoknak, sem senkinek nem tudtak elmondani. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak, ideje van a születésnek, a meghalásnak. Ideje van a születésnek, ideje van és ideje a meghalásnak. Ideje van az ültetésnek, és ideje az aratásnak. Ideje van a rontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje van a hallgatásnak, és ideje van a szólásnak. Hát most mi beszélgetünk.